kedves nézőinket! Önök a Városi Televízió július 18-ai adását látják. Adásunk elején kérem tekintsék meg önkormányzati híreinket. Köszöntöm Rákatosi Ferenc polgármester urat és a Városi TV nézőit. Az elmúlt hétvégén lovagrendi találkozón vett részt polgármester úr. Volt-e szó városunk további támogatásáról? Tiszteltel köszöntöm a kedves tévénézőket. Igen, Ausztriában, Seefeldben volt a hagyományos lovagrendi találkozó. Ilyenkor dönti el a rendünk, hogy milyen adományokat szállítunk Magyarországra például, ezen belül pedig Sümegre és Pápára. Következő szállítmányok úgy állnak össze, hogy szintén élelmiszerek lesznek, és ami nagyon fontos, elektromos kórházi ágyakat fogunk behozni. Most főleg a szociális intézményeinkre gondoltunk, ahol olyan betegek vannak, akik nehezen tudnak mozogni, vagy nehéz a mozgatásuk, az ő számukra szeretnénk olyan ágyakat behozni, amelyek könnyebben tudnak dolgozni a nővérek, hiszen gombnyomásra lehet emelni a fejtámlát, a derékaljat és a lábrészeket. Tehát nagyon értékes adományok jönnek újra Sümegre és Pápára, és hát más magyarországi kórházakba is. Megváltozott a forgalmi rend a Széchenyi György utcában. Mi indokolta a tábla kihelyezését? Nagyon fontos volt, hogy megváltoztassuk a forgalmi rendet, hiszen rendezvények ideje alatt nagyon sokszor előfordult az, hogy a rendőrök kénytelenek voltak büntetni, hiszen szabálytalanul parkoltak az autósok, illetve nagyon szűk a Széchenyi utca, és hogyha két oldalán parkolnak az autók, akkor nem férnek el középen a közlekedő autók. Ezért táblát helyeztünk ki, és így láthatják az autósok, hogy melyik oldalon kell parkolni. Én kérem, hogy tartsuk be a parkolásra vonatkozó szabályokat, és akkor elkerülhetjük a rendőrök büntetését, illetve a rendőreinket se hozzuk olyan helyzetbe, hogy kénytelenek legyenek a szabálytalanságot észrevenni, és ezért bírságot kirólni. Tehát értsük meg azt, hogy a rendőröknek is könnyebb a munkája, és minket se fognak megbüntetni, hogyha betartjuk a szabályokat. Több felújítás is zajlott a hetekben városunkban, például a Kisfaludi Emlékházé. Mikorra várható az önkormányzat és a művelődési ház épületének felújítása? Augusztusban szeretnénk megkezdeni a művelődési háznak a felújítását. Nyilázáró csere lesz, külső homlokzatot is megváltoztatjuk egy kicsit. Szeretnénk korszerűbbé tenni a művelődési házunkat, és hát sajnos a polgármesteri hivatal is nagyon le van amortizálódva, ezt a hivatalt is fel kell újítanunk. Nyilázáró cserék lesznek a hivatalba, illetve homlokzaton is több változtatás lesz. Napelemeket fogunk felszerelni a tetőzetre, egy kicsit korszerűbbé tesszük ezt a hivatalt, hiszen most már a 21. század elvárásainak semmiképpen sem felel meg. Amikor építették ezt a polgármesteri hivatalt abban az időben, akkor ez egy korszerű irodaház volt, hát azóta keveset költött rá a város, most viszont uniós pályázatból sikerül mind a két épületet, a polgármesteri hivatalt is, és a művelődési házat is felújítani. Augusztusban megkezdjük, sümegi cégek fogják felújítani, a közszolgáltató vállalat lesz, aki a főkivitelező, és sümegi kisebb vállalkozókkal karöltve fogják ezt a munkát elvégezni. Minden évben segítséget nyújt az önkormányzat az iskola kezdéshez. Idén meddig lehet pályázni a beiskolázási támogatásra? Idén július 31-ig lehet pályázni. Az a kérésem, hogy a polgármesteri hivatal földszintjén lévő második irodai ajtón tessenek bekopogni, bevinni az igényeket, és akkor ott intézik az ügyeket. A határidő már eléggé kevés, tehát szorít bennünket a határidő, kérem minél többen tegyék meg ezt, hogy aki iskolakezdéshez támogatást igényel, hozza be az igényét, hogy nehogy lecsusszanak a határidőről. Milyen programokat ajánl polgármester úr a hétvégére? Nagyon izgalmas program lesz, szombaton a Horgásztónál. Mindenki ismeri az úgynevezett Holzer horgásztavakat, a 84-es mellett tuning találkozó lesz Tulok Lúcián szervezésébe. Már több alkalommal is megrendezésre került a fesztivál. Nagyon izgalmas dolgokat láthatunk ott, nagyon jó koncertek lesznek, illetve hát az autók, ahogy fel vannak díszítve, fel vannak tuningolva, az nagyon sok meglepetést és izgalmat okoz azoknak, akik szeretik az ilyen látványosságot. Tavaly például láthattunk olyat, hogy a reflektorba kis akváriumot építettek, de sok olyan ötlet volt, amin az ember megdöbbent, vagy éppen jókat szórakozott.
Tehát szombaton 10 órakor kezdődik a tuning találkozó a horgásztavaknál, mindenkit szeretettel várunk, és szeretnék még egy következő heti programot is felkonferálni. Jövő héten, pénteken, tehát 25-én pénteken lesz a Republik Emlékkoncert a Püspöki Palotánál. Emlékezünk Bódi Lászlóra, Cipőre, aki nagyon szerette városunkat, több jótékonysági koncertet is szerveztünk Lacival itt a városba. Rá fogunk emlékezni, itt lesz a Republik zenekar, és megemlékezünk a múltra, Lacira, a munkásságára, és egy nagyon jó koncertet hallgathatnak végig, akik eljönnek. Püspöki Palotánál lesz, ez 20 órakor kezdődik pénteket. Majd másnap a 10. Jakab napi ünnepség fog kezdődni. Reggel 9 órakor indul az egész fesztivál. Az úgynevezett Jakabnapi lövészversennyel, ott az Uzsai erdőben lesz, a sportlőtéren, ez jobban a vadászokat érinti, de igazából a nagy közönségnek 16 órakor kezdődik a fesztivál. Előtte azért lesz egy-két izgalmas rész is, hiszen 13 órakor kezdődik már a vaddisznó pörkölt főzőverseny, 14 órakor a fanyűvő játékpark a gyerekeknek, és 16 órakor a Borvidékek borászatai megnyitják a portájukat. A hivatalos megnyitó 17 órakor kezdődik, de előtte már megláthatják az odalátogatók Csiszár József festőművésznek a kiállítását, és gyönyörű képeket készített Csiszár úr. Főleg a vadászatról, a természetről, a vadakról szólnak a képei. Az ünnepi megnyitó után a Sümegi Fubozzenekar koncertjét hallgathatjuk meg, aztán folklór gála lesz, népi tánc együttesekkel, ünnepi borkóstoló, aztán 21 óra 15-kor a Balkán Fanatik koncert fog kezdődni. Ezzel zárul az aznapi program, és 27-én, vasárnap, július 27-én nagyon sok program várja szintén az odalátogatókat, 14 órakor már a játékpark a gyerekeket fogja várni, aztán lesz a Brumi Band mesezenekar koncertje, 15 órakor a Hubertus Szent Mise lesz a Ferences templomban, a Bakonykürt Egyesület fog előadni komoly darabokat, francia kürtön fogják ezeket a darabokat előadni. 16 óra 30-kor a Jakab nap napi látványos felvonulás lesz, közel 300 szereplő fog végigvonulni az utcákon. 18 órakor ünnepi köszöntők lesznek. Pap Gyula, a Veszprém megyei vadászkamara elnöke, a vadásztársaságok képviseletében lesz itt nálunk. Aztán a Hubertus kereszt kitüntetések átadása lesz, és utána még nagyon sok szép programunk lesz, ami az est fénypontja még. 19 órakor a Vivát Bakkusz ének együttes hangulatos koncertjét fogjuk meghallgatni. Vivát Bakkusz ott annyit, hogy pécsi művészek, és a borokról nagyon szépen énekelnek, nagyon modern, nagyon hangulatos, nagyon humoros előadásuk van. Kérem, minél többen jöjjenek el, nézzék meg, mert nagyon szép lesz a koncert. És 20 órakor az IKON művészeti társulatnak lesz egy előadása. Tehát nagyon sok olyan izgalmas program lesz a két napban, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Kérem, látogassanak el, ünnepeljük együtt a 10. Szent Jakab napi ünnepséget. Köszönöm szépen, polgármester úrnak a beszélgetést, és kellemes időtöltést kívánunk a hétvégére. Köszönöm szépen én is a lehetőséget a Városi TV-nek. A kedves tévénézőknek nagyon szép hétvégét kívánok. Akik itthon maradnak, azok jöjjenek el a programokra, érezzük jól magunkat a rendezvényeken. Akik elutaznak, kérem, vigyázzanak magukra, zsufoltak az utak. Mindenkit szeretettel várunk vissza jövő héten is Sümegen. Mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok. Apróságoknak, nagyobbacskáknak és egészen nagyoknak, aktívaknak, nyugalomra vágyóknak, extrém kalandot keresőknek és a napszerelmeseinek, családdal érkezőknek, barátokkal bulizóknak és mindazoknak, akik kellemes nyári élményekre vágynak. Várkertfürdő, az elérhető pihenés. Újabb kiállításnak ad otthont a Püspöki Palota. A megnyitóról készített felvételünk következik. Akkor szeretettel köszöntök mindenkit, kedves vendégeinket! Ráda Tibor és Deák Ilona festőművész házaspár kiállításának a megnyitó ünnepségére gyűltünk össze.
A házaspár Budapesten él, és nekünk a Molnár család ajánlotta őket, az ő lévükön ismertük meg őket, és ezt ezúttal is köszönjük nekik, mert azt hiszem, hogy egy nagyon különleges kiállítás jöhetett idétre. A művész pár egyik ismerősüket, barátokat, Borbély Károly Pestő művész egyetemi tanárt kértem el a kiállítás megnyitására, úgyhogy át is adom itt leszek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt már első pillantásra megállapították, amikor ide beléptek, hogy itt bizony a szépségről lesz szó, és ez azért nem annyira természetes a mostani művészetben, bár az alkotók a szépséget sokféleképpen értelmezik, és mi hajlamosak vagyunk néha egy omladozó vakolatot is szépnek ítélni, de azért valljuk őszintén, hogy mostani világunk nem annyira a szépről híres nevezetes, de igaz, hogy vannak szerencsére olyan embercsoportok, akik még ápolják ezt a valamit. És ha szépségről akarunk így beszélni, márpedig én mindenképpen akarok, akkor ezt kétféle aspektusból szeretném önöknek föltállalni. Az egyik szépség az lenne, amelyik belülről jön, és kisugárzik, és mindent megszépít maga körül. A másik pedig az, amelyik kívülről jön, befelé, és aztán majd vissza. És ez lenne itt a mai kis rövid méltatásomnak a rövid vázlata. És akkor legyen a következő az első. Amikor a római Szentpéter bazilika hatalmas terében bolyongtam, egy csodálatos félhomály szépséggel megrakva az irtózatos méretű tér, akkor abban a félhomályban több százezren bolyonghattuk, és én abban gyönyörködtem, hogy a kupola aktuális ablakán minden percben valamelyik irányból a nap ilyen hatalmas másfél-két méter átmérőjű fény kévét vág le oda a kőpadozatra, és ebben a kévében az emberek néha fölcsillannak, néha eltűnnek, mint a sötét szobában a porszemek. És miközben ebben gyönyörködtem, és gondoltam, hogy lám csak, itt ilyen ezt a fénykérét bámulom, miközben itt tele van ez a hatalmas terület műalkotásokkal. A 20 méter távolságban a tömegből kilépett egy apáca, két kisgyerekkel a kezében, és földbe gyökerezett a lábam, mert azt láttam, hogy ez az apáca tulajdonképpen nem is szép. De mégis olyan gyönyörű, hogy én ilyen szépet még nem láttam. És akkor eszembe jutott a régi plébánosunk tanítása, aki egyszer azt mondta nekünk, milyen picik voltunk mi is, hogy van egy olyan szépség, amelyik mindenféle arcot megszépít, legyen az fizikailag bármilyen. És hát persze ezt én nem értettem, de gondoltam, hogy ez biztos igaz lehet, hogyha ő mondja. És valahogy jól megjegyeztem magamnak, és mint egy 41 néhány éve később, mikor ezt az apácát megcsodáltam, azt gondoltam, hogy ez az. Hogy én most ezt láthatom, ez valami gyönyörűséges. És közben azt is láttam, hogy olyan volt az arca, mint a Van Gogh festményén a krumpérbők, akiknek ő maga is amit leírta, olyan volt az arcuk, mint a krumpikból lenne mintázva. És ő is olyan volt. Valamilyen félvé. De hogy még ilyen szépet, ilyen égi szépet még nem láttam. Ragyogott. És akkor a nagy poén az volt, hogy ő is kiszúrt engem a tömegből, mint egy 20 méterről, hogy meglátta, hogy én most valamire rájöttem, és hogy gyönyörködök. És a nagy széles mosolyával így rámített, hogy aha, ez az. És én pontosan tudtam, hogy ő érti, hogy én nem most láttam először életemben sem őt, se apácát, se kisgyereket, hanem valamire rájöttem. És azt sem tudom, hogy milyen nyelven beszélt, vagy beszélhetett volna, de pontosan tudom, hogy abban a 3-4-5 másodpercben mi ott kommunikáltunk. Valami olyan nyelven, amire a Füstmilán azt mondaná, hogy az angyalok nyelve. És hát ez az a nyelv, amelyiken a képek is megszólalnak mi nekünk. És hát azért is lenne nagy baj, hogyha megpróbálnánk verbalizálni őket, bár lehet bizonyos mélységig elmenni, és szavakkal megközelíteni, úgymond mellé beszélni, ami már majdnem hasonló, de sose lesz ugyanaz. Tehát azért is kell hagyni, hogy hadd szólaljanak meg azok a saját hangjukon, a saját nyelvükön, az angyalok nyelvén, hiszen akkor félreérthetetlenek. Hát tehát azt mondtam, hogy van egy másik szépség, amelyik meg kívülről jön, amire a festők nagyon szeretnek rácsodálkozni, és hogyha itt körbenéznek,
akkor Deák Ilona és Bráda Tibor alkotásai is ilyen élményekből táplálkoznak, amikor munkám végeztével egy ilyen diófa alatt ücsörögtem a pohár borom mellett, és csodálkoztam a világon, amit már persze jó pár évtizedre látok, akkor egyszer csak szemembe ötlött egy 10-15 méterre tőlem négy rózsaszál. Ezek ilyen mély vörös, mély piros, tízes színű rózsák voltak, és képzeljük el, hogy mögötte mindenféle zöldséges kertek vannak, tehát a zöldnek sokféle szép árnyalatát lehet látni. Különösen például a kukoricáját, amelyik ugye olyan mély, aranyos zöld, de a leveleken, ahogy megcsillan a fény, attól olyan ezüstös lesz. Úgyhogy valami finom, tampa, szürkés zöldeknek sok-sokféle árnyalata előtt kezdett ragyogni ez a néhány rózsa. És mivel nem sütött annyira a nap, ilyen szórt fényt kaptak, ami pontosan elég volt ahhoz, hogy a szirmokat állásukhoz megfelelően különféle mértékben átfinakítsák egy picit. És azok úgy sugároztak, olyan erőteljesen harsogtak szinte a kadmium vörösnek a sötéttől a világos változott még a bíborig, hogy én ott csak bámultam, hogy ezt a szépséget, hogy most veszem csak észre, miközben ez már itt van napok óta, hogy hogy lehet. Na de az a lényeg, hogy egyszer csak észrevettem, és azok a mögötte lévő zöldek úgy felerősítették ezt a kontrasztjuk miatt, ugye ezt a hatást, hogy arra gondoltam, hogy hát nincs oda festék, amivel ezt vissza lehetne adni. Hogy a fenébe lehetne ezt így megfesteni? Legfeljebb akvarellel vagy, és eszembe jutott az üveg. Tibornak a legszebb mély vörös tüzes színű üveglapjai. És persze két perc múlva már föl is hívott éppen valami miatt, hogy hogy jövünk ide. De a dolgok valahogy összekapcsolódnak. És ezek az élmények, ezek a szín élmények aztán visszaköszönhetnek ám például egy tájképben, ahogy az Ilona megfesti egy figurának ott a zöld háttér előtt a ruháját, és azon olyan finoman megpendül a vörös vagy a sárga. Hogy a zöld, ezeket kénytelen vagyok ilyen zenei hasonlatokat használni, mert hogy lényegében arról van szó, a zenészek meg színeket emlegetnek, meg vonalat, meg fényeket. És hát ez így van, teljesen rendben. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a kívülről jött szépség élmények aztán visszacsendülhetnek bármiféle jellegű feladaton is. Tehát egy olyan ügyes, amikor egy tájat csodálunk meg, ahogy a Ilona képén az egyik, nem is egy, hanem hármat is láttam ilyet, hogy a tengernek a végtelen nagy tükre megcsillantja a fényt, és ott szinte eltűnik a szín, alig van ott valami kis szín, de az ragyog. És hát ez az a nagy varázslat, ugye, amikor nem tudjuk már, hogy milyen szót használjunk, akkor azt mondjuk, hogy varázslat, mert érezzük, hogy itt már a szavakon túl kéne valamit csinálni, de hát ott következünk a festők, az ő érzékenységükkel és a tehetségükkel. Mindenképpen megállapíthatjuk, hogy akár az Ilona tájképei, akár a Tibor üvegtervei és a pasztel festményei mindenképpen szakrális töltésűek. Akkor is, ha mondjuk a tájképek nem célzottan szakrális témájuk. Ugyanis, ha valaki igazán szívből beleteszi azt az érzést az anyagba, amit ő úgy érez belül, akkor megtörténik az a csoda, ami a teremtésnek valójában a lényege. Amit a Teremtő Isten művelt valamikor, hogy lelket adott az anyagnak. Hát a művész igyekszik méltóképpen ezt modellezni kicsiben, de azért nagy szívvel és igaz hittel. És ilyen formán tehát majdnem mindegy, hogy a témája szerint szakrális lesz, vagy nem. Viszont például itt a Tibornak az alkotásai, amiket meggyönyörködhetnek, vagy egy keresztútnak a tervei, vagy színes üveg munkák, már megvalósult üvegtervek, vagy még készülőben lévők, és az látszik belőlük, hogy a legkisebb részletek, a legkisebb kis apró körömennyi területig mindegyik részt, vagy bármelyiket, ha megnézik, mindegyikből érezni azt a szeretetteli mívességet és művészi alázatot, amitől az egész megszentelődik valahogy. És ilyen formában azt gondolom, hogy a két művész őrzi annak a kis csoportnak, reméljük egyre bővülő csoportnak
azt a lelki magját, ami kisugározva talán majd egyre többet gyűjt maga köré, és azt mondhatjuk, hogy a szépséget, a szeretetet valahogy a fogok közt viszik át túlsó pontra. Azt kívánom, hogy önök részesedjenek ebből mindig gazdagabban, és a kiállítást ezzel megnyitottnak tekintem, most már hivatalosan is nézzék végig. Köszönöm a figyelmet! Van, csatlakoznék Borbély úr megnyitójához, hogy a mi műfajunk, a zene, az még egy lépéssel tovább lép, tudnélik, mi nem tudjuk láttadni ezt. Úgyhogy én megnézek egy alkotást, én látom azt, ugye? Hallom a zenét, én nem látom, én egy kotta képet látok, ha tudom olvasni. Sőt, sokan vannak, hogy azt sem tudják olvasni, de annak ellenére ebben annyi szín van, mint egy művészi alkotásban. És annyi sok szépet tud az ember belülről projiszálni, hogy egészen egyszerűen annak ellenére, hogy a zeneművészet a legabstraktabb, mégis nagyon közel áll az emberekhez. Amit most gondoltunk játszani, az Kodály Zoltánnak a dúójából, az első tétel, melyet Kodály pont 100 éve 1914-ben fejezett le, ez az Opus 7-es, és nagyon is kapcsolódnak tulajdonképpen két témakörben a látottakhoz. Az egyik, Kodály egy nagyon vallásos ember volt, tehát ő szintén belülről érte meg a vallásosságát. Azon kívül egy rettenetes, racionális ember is volt. És ha megnézzük például, én ismerem Tibornak az akvareljének egy részét, ahol a táj, a magyar táj, a természet jelen van, és Ilonának is itt van egy-két műve, ahol valójában jelen van. Kodály, mint népzenekutató és gyűjtő, szintén járta a vidéket, én nagyon jól tudta, hogy milyen az a magyar vidék. És ebben a darabban ez letükröződik. Úgyhogy ennyi talán a szövegből elegendő, hallgassuk a zenét. Thank you.
91. Ez egy opusz 8-as számot viseli, azaz 8. műveként jelent meg Brahmsnak. De valószínűleg nem volt túlzottan megelégedve vele, és átdolgozta. Természetesen a témákat meghagyta, de nagyon bonyolult akkordokat helyezett el benne. Úgyhogy az, hogy opus 8-as, ez egy megtévesztő, ez egy nagyon érett Brahms. Úgyhogy remélem, 4 tételből áll, és tipikus a második tétele, ez a scherzo, ez a Brahmsnak, ez volt a specialitás, ez a scherzo. Kérem, hallgassák érdeklődésen. Thank you.
Napok kapcsán beszélgettünk Tóth Tamással, aki a rendezvény kialakulásáról osztotta meg velünk tapasztalatait. Közeledik az érekkor és a vadászat ünnepes ümege. A Jakab-napok. Július utolsó hétvégén kerül ez a jelentős esemény megrendezésre. Az idei 2014-es évben egy jubileumi évfordulójához érkezett az esemény. Ennek apropójából beszélgetünk Tóth Tamás úrral, a rendezvény egyik ötletgazdájával, úgymond atyával és szervezőjével. Szeretettel köszöntöm, Tamás bácsi! Ja. Múltidézésképpen kérem, hogy meséljen nekünk arról, hogy honnan ered egyáltalán a rendezvény ötlete. Ez több oldalról indul különben, mondjuk elsősorban talán onnét indul, hogy lényegében a megye vadásztársadalmának volt időszak, amikor nem volt programja. Tehát így a megyei vadász kamara, meg a megyei vadásztársadalomnak is volt egy hiány érzete, hogy kellene hely meg rendezvény. Most a Püspöki Palotában szépen kialakultak az Egli Márkéknak akkor már a kis borászati kultúrája. És valahogy a beszélgetések révén, a spontanitás révén kialakult ebből egy ilyen közös gondolat, és erre hangolódott rá az első vadásznak, tehát első alkalommal a megyei vadásznak. Tehát nálunk ott sem megrendezve. És a gondolat kapcsán, hogy miért lett Jakab-nap, az pedig onnét van, hogy nekünk egy boros barátunk, borrendi társunk is, dr. Tóth Sándor, a Kecseti Főiskolának tanára volt, híres borász, tradicionálisan família, és gyakorlatilag Káli-medencében van a családi birtokok is, több 1700-as évek végétől van dokumentum, azt műveli most is a családjával, ezek ő vetette fel, hogy Jakab-napra kell tenni. Na most miért Jakab-napra? Azért, mert az érett bor a középkorba, az Jakab-napkor vitték fel a királynak, meg a királyi tanács tagjainak. A Káli-medence, tehát a Balaton felvidéki borvidéknek része a Káli-medence, aminek mi is része vagyunk, tehát a Balaton felvidéki borvidéknek a egyközségi része a Káli-medence. A Káli-medence volt a királyi bor szállítója. Tehát azok nemes emberek voltak. Herán vagy Városlőd, ahogyan volt a királyi vadászoknak a nemes társadalma, ezek úgy voltak a borszállítókból nemes társadalom, tehát kiváltsággal rendelkező. És gyakorlatilag akkor szállította bort, mert akkor a bor már nem törött meg. Tehát többször átfejtették, nem úgy, a mai világ, hogy derítettek, meg szűrtek, meg mit tudom, mit nem csináltak a borra, hogy stabil legyen, meg tiszta, tükrös legyen. A saját magától a többszöri fejtés után tiszta lett és szállítható lett. És így szállította a király, és mivel a királyi tanács tagja volt a veszprémi püspök, egy komoly egzisztencia volt, első számú tagjai között ott volt a királyi tanácsnak, biztos, hogy ide is szállítottak, mert egyszerűen mindent nem vitték le Budára. Tehát így kötötték össze a sümeget, a Káli-medencét, és így lett ennek ez a keresztneve, a Káli-medence, dr. Tóth Sándornak az ötlete alapján, kedves barátunktól. A rendezvényen a borászathoz és a vadászathoz kapcsolódó hagyományokat elevenítik fel, valamint egészen a honfoglalás korától a polgárosodás koráig egy történelmi felvonuláson vonultatják föl sümeg és egyáltalán Magyarország történelmi korszakait. Mi ennek a jelentősége az ön szemszögéből? Na most ez
két oldalról talán van ennek jelentőség. Egyik az, hogy bor, meg vadászat ünnep Magyarországon sok van. De Jakab-nap és Sümegen csak Sümegen van, és azért tettük mögé ezt az utóbbi pár évben, ezt, hogy ez sümegi rendezvény, hogy Sümegnek az értéke a történelme. És egyébként ezt a történelmet felvonultatjuk, akkor egyedivé tesszük a bor és a vadászat ünnepét. Hát még egyszer mondom, bor és vadászat ünnep sok van az országban, nem, de borvidéken van. De ilyen történelmi háttérrel összerakva, ez csak nálunk van. És Sümegnek olyan történelme van, ami majdnem egyedileg, egyedi talán a Magyarországon, vagy a magyar történelmi Magyarországon is. Tehát majdnem minden olyan megmozdulásunkban, szabadságharcunkban, történelmi pontjainkban, ez a kisvárosnak valahol ott vannak a vezetői, meg a katonasága. És talán ennek egy kicsit magyarázata az, hogy a sümegiek egy katonáskodó nép volt. Ezt se igen ismerjük. És onnét indult a katonáskodás, hogy a püspök uradalomnak a védelmét a prediális nemesek, tehát katonáskodó nemesek, szabad nemesek, akik nem föld alapján voltak nemesek szabadok, hanem a katonáskodás révén voltak kiemelten nemesek, tehát a földbirtokosnak a viszonyában, a püspök viszonyában, és ők katonáskodtak, úgy védték az uradalomnak a birtokát. Azon túl a püspöknek kellett állítani a bandériumait, mikor a király hadba hívta őket. Tehát itt a sümegieknek folyamatos hadba kellett lenni. Akkor bosnyák püspök a jobbágyokat is felszabadítottak. Kiváltság levelét mindenki ismeri a városba. Tehát ők szabadok emberek voltak azért, hogy katonáskodtak. Tehát következésképpen így adódik az, hogy minden szabadságharcunkban van, ott vannak a Végvártól, ott vannak Rákóczinál, Bocskainál, Petlennél. Szóval végig ott vannak. Milyen momentumokat tudnak kiemelni, amelyek egyedivé teszik egyáltalán ezt a történelmi felvonulást még? Talán az ezer év megfogalmazása az lenne, egyedi, amit úgy, megint úgy elfelejtett egy kicsit a sümegi közvélemény is, meg úgy talán általában elfelejtettünk. Szóval érdekes dolog az, hogy Sümeg nevével függ össze az egész dolog. 1009 az, mikor István király a Veszprémi püspökséget egy alapító levélben megalapítja. És abban az alapító levélben megfogalmazza azt, hogy neki adja ennek a püspökségnek, a Szent Mihály egyházának, tehát akkor alapítja a Szent Mihály egyházból a Veszprémi püspökséget, neki adja Marcalföld, tehát egy települést, a Marcalforrás vidékét és Kolónia Kulten birtokát. Tehát az alapító levélben szerepel ez a Sümeg, illetve pontosan a Marcalföld, a Marcalforrás vidéke és a Kolónia Kulten birtok. Tehát három parém. Ez a Marcalfő a mi Sümegünk. És miért lett Sümeg a Marcalfőből, hogyan lett Sümeg? Hölgyész leírja ezt, mindenkinek módja volt elismerni, elhinni vagy nem hinni, mert ezért féle mese megy a Somtól Álkádba, hogy hogyan lett a Sümegből Sümeg. Hát onnét van, hogy István, amikor Koppányból hadba lép. Koppány terület, a somogyi terület. Ugye a Veszprémi püspökség az három vagy négy királyi megyéből tevődik össze. Zalabolt, Veszprémből még Pilis is hozzá volt, tehát egy nagy, hatalmas birtoktárs volt, akkor a bencéseknek odaígéri, pannonhalmi bencéseknek odaígéri a somogyi tizedét. Hogy nyilvánvaló, ő ezzel hátrányba hozta a Veszprémi püspökséget. És helyette egy birtoktárs tetelőt oda. Marcalfőt és a forrásvidéket, meg azt a Kolónia Kurten birtokot, ami egy római település volt, a mai Hétvezérfal, ahol van az a dűlő. Tehát ezt a három területet adta neki, a kárpótlásként, kvázi kárpótlásként. És akkor a könyvekben úgy jelent meg a Marcalfő, nem a Marcalfő néven, mert a tized nyilvántartásban a somogyi tized helyek volt beírva a neve. Tehát a somogyi enzisz alatt volt a sümegi birtok befizetése. És akkor így ragadott rá, hogy somogyi enzisz, sümegi enzisz, sumvisz, de lényegében révén is lett a sümeg. Na most ezt hogy mesélnek hajlik egy kicsit, hölgyésztől vettem át, de nem tudja senki megcáfolni. Tehát ez annyira igaznak tűnik, hogy ez így van, és most már vitatkozunk még 50 évig, fogadjuk el, hogy mi Marcalfő révén 1009-ben már emlékben vagyunk, és több mint 1000 éves település vagyunk. A régi plébánia épület környéke volt az, ahol a Marcal ered egy forrás ágában ott, ami most Sümeg írnek mondunk, az onnét indul a malom előre.
a régi mosókút, ahol volt a Maramáron. Tehát lényegében ez számomra egyik legkedvesebb, és nagyon örültem annak, hogy tavaly ezt a honfoglaláskort, ezt betettük ebbe a felvonulásba. Városvédő Egyesület tagjai vannak idején tavaly, végigjártuk ezt a terepet, a Kolónia Kurten birtokot, a Marcal forrását, tehát azért igyekeztük egymást meggyőzni, hogy ez tényleg így lehetett, és örülök neki, hogy azért úgy érzem, hogy ez már elfogadja a város, hogy ez az ősiségünk ilyen nagyon régi, és higgyük el Dornainak is, meg Hőgyésznek is. A történelmi felvonuláson milyen szereplők vesznek részt? Úgy érzem, hogy azért egy csodálatos dolog, mert mindig mindenki amatőr, aki ezzel részt vesz, és mindenki abból a lelkesedésből csinálja, hogy azt a kort, amit őt, mint egyesület őt művel, azt ő bemutathassa, és ő büszke arra, hogy ezt műveli. Tehát aki hagyományozók, vagy akik a hagyományokat őrzik, azok valami mindig megszállottak. Szóval azok nem a hétköznapi emberek, és nem számogatják, hogy miben bekerül, hanem ők a lelkesedésből csinálják. És ezeknek a mi sümegi hagyományőrzőinknek a baráti köre az, aki van. Tehát a sümegi érzemében, és az ő barátjaik. Na most, ezek közül a sümegiek, ők nem kérnek honoráriumot, ezért senki se. Nyilván valaki messzebbről, mert Bakonyákorról, vagy még messzebbről, azok nyilván valak költségeiket kéri. De gyakorlatilag így viszonylag, hogy ekkor hatalmas tömeget megmozgatunk, hát több mint 100-120 ember, aki felvonul jármászba itt ezen a felvonuláson, és például 20 egyesületnek az aktivai annak részt. De viszonylag nem kerül olyan túl nagyba. Tehát lényegében majdnem, amiben belekerül a vadásztársadalom, a térségünk vadásztársadalom, a négy vadásztársak, annak a honoráriumából, abból majdnem fel van tartva a rendezés. Tehát nem egy nagy városi költség, de egy nagyon szomoly városi megjelenés. A idei 10. jubileumi rendezvény egy nagyon komoly összefogás eredménye, mint ahogy Tamás bácsi említette is. Kik álltak még a rendezvény mögé? Na most a rendezvénynek, akik ezt a rendezvényt civilek segítették, a nyilvánvalóan a város az intézményeink keresztül egyértelműen, tehát a közművelődési intézmény központ, a városgazdálkodás társaság vagy vállalat, nem vállalat, hanem korlátozott társaság, tehát nyilvánvalóan a város intézményei. Azon kívül nagyon aktívak mondom minden évben a vállalkozók egyesülete, a térségi vállalkozók egyesülete. Ambiciózusak tenni akarnak, szeretettel tenni akarnak, eszközzel azzal, amivel tudnak, esetleg pénzzel is, hogy hozzá a sort, ez a társaság az. És a gondoltak az összeszedésében a baráti körök sokat jelentettek. És az itt is egy pár mondatta, hogy én is egy tagja vagyok egy kis baráti körnek, ez a polgári önképzőkör, ami a mi baráti körünk, ami az 1886-os polgári önképzőkör gondolatából akar kiindulni. Az 1886-os polgári önképzőkör az 1945-ig működött. És ennek az volt a fő jelszava, hogy beszélni, beszélni és beszélni. És ennek a lényege az volt, hogy egymásnak mondjuk el a véleményünket. És ez nagyon időszerű a mai világban, mert a mai világban mindenki számítógép előtt ül, meg televízió előtt, az emberek egymás alig kommunikálnak, legfeljebb interneten kommunikálnak, és hogy nem lehet, hogy véleményt cserélni, de kellenek elég is összejövedelek. És ezeken sok gondolat fogalmazódik meg. Most legutóbbi gondolat, ami nagy gondolat volt, és előbb-utóbb a várossal meg fogunk jelenni, mert ez a Rákóczi Szabadságharc. Félelmetes történelmi időszak volt. Itt egy kép van itt mögöttem, Lendner Józsi bácsinak a jóvoltából, a legdicsőbb korszaka volt a magyar történelmének is, meg Sümeg történelmének is, és elfelejtettük. Tehát vissza kell hozni, és ezért kellene a kis baráti körökkor lehet erről beszélgetni, mert mindenki már nem lehet, mert nem érdekel, nyilván mindenkit más érdekel. Tehát lényegében kellene ezek a civil megmozdulások, meg a civil összejövetelek, meg barátkozások, csak nem olyan egyszerű magunk barátkozni. Tamás bácsi, a szép gondolatok lezárásaként mit tanácsolna az embereknek, miért érdemes ellátogatni az idei 10. jakabnapokra? Én az elejtő fogva az volt a vén gondolatom, mikor tergettük, hogy milyen jellege legyen ennek a jakabnapnak. Itt nem az idegenforgalom a döntő, meg a sok idegen, meg a turisztikai érték. A legnagyobb érték ennek az lenne, álljanak a sümegiek, leülnek, az boroznak, aztán beszélgetnek, mert beszélgetni kell.
és akkor kibékülnek a haragosok, a rossz szomszédok, és a sümegi ember sümegi lesz, mert beszélget a másikkal. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Köszönjük szépen Tamás bácsinak, további jó egészséget kívánunk Önnek, és eredményes programot. Jó, én meg megemelem a poharamat. Kár az egészség. Gondolná, hogy az ön otthonába is ilyen könnyű bejutni? Ne hagyja, hogy sikerrel járjon. Most emelt szintű védelmet adunk új nyilászáróihoz. Állítsa össze új nyilászáróit hő, zaj és betörésvédelmi szempontok szerint. Ismerje meg a heves termvédelmi indexet. Keresse partnereinket országszerte. Vasárnap a plébánia templomból közvetítünk Szent Misét. 12 órától. Köszönjük megtisztelő figyelmünket! Mai adásunkat július 21-én hétfőn 18 órától ismételjük.